Mitsubishi Lancer Evo 9-el. És ők azok közé versenyzők közé tartoznak, akik Super Rally-ban fejezték be a versenyt, tehát ha másért nem a kitartásokért feltétlenül jár egy taps, hiszen a tegnapi napon pórul jártak, és tulajdonképpen újra kellett kezdeniük a versenyt egy nem kis csomaggal, egy 10 perces büntetéssel. Pisti, mi történt veletek? Hát tegnap a második gyorsaságén 200 méter után kaptunk egy bal első defektet, nem bocsánat, jobb első. Azzal ott elment az időnk, majd a gyorság is szétment az osztóművünk, de valahogy kijöttük a gyorsról, ezt az ártuk, úgyhogy gyors végén történt, és hát este már teljesen mindegy volt a defekt, meg a szerelés miatt, úgyhogy este megcsinálták a sárcot, a kocsit, éjszaka tártunk a parkfelművelekre, 6-ig volt határidő, a kocsit áztunk egyet. Tegnap az első láttalak titeket, az nem szólt rosszul. Hát igen, hogy őszinte legyek, a VRC-eket nem tekintve én győzni jöttem. Kár is mellé beszélni. Úgy is tűnt. Igen, hát ez mondom, tehát ez így is volt. Így aztán nem volt tovább értelme, a hangkúkosok megkértek, hogy teszteljem a gumikat, az első körbe azzal mentem a mai nap. Utána hát az annyira nagyon nem volt nekem szimpatikus, úgyhogy visszatettem a tegnapi kopott gumikat, és akkor inkább azzal élveztettem. Folytatás? Magyarországon már nem. Tehát talán Mikulás annyi, hogy azt tavaly mi nyertük, tehát az oda lehet, hogy eljövünk, megpróbáljuk megvédeni a címünket, de Magyarországon nem, tehát jövőre is legfeljebb csak itt. Nem izgat ez a bohóckodás. Köszönöm szépen, hogy gratulálok a verseny sikeres teljesítéséhez. Elek István és Földi Niki, Mitsubishi Lancer Evo 9-el, az abszolút 33. helyen fejezik be a küzdelmet egy szuper rally után.